És kivel találkoztam? Füzi Krisztivel. Szia, Kriszti. Én mindenhol ott vagyok. De úgy megörültem neki, tényleg, Kriszti, nagyon, nagyon örülünk nektek. Krisztit már nem kell ugye bemutatnom, fitness bajnokunk, nagyon sok jó kis videót oszt meg veletek, amit érdemes egyébként megnézni, különböző gyakorlat, táplálkozási tanácsadás, mindenféle. Kriszti, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Mesélj egy kicsit, kérlek, ugye most itt vagyunk a második fitness modellanyuk a versenyen, a Predators Classic versenyén, ahol te, mint bíró vagy jelen. Milyennek látod ezt a kategóriát? Milyennek látod a mezőnyt? Én most először láttam ezt a kategóriát így személyesen, már az interneten én is olvastam róla, többször láttam képeket. Először is nagyon megtisztelőnek érzem, hogy már másodszor bíróként ülhetek itt ezen a versenyen. Én nagyon jó ötletnek gondolom ezt a fitness anyuka kategóriát, mert szerintem sok anyuka szülés után nem igazán már egyetlen konditerembe kimozdulni, meg ugye a gyerek mellől, meg a sok előítéletes ember, hogy ott a gyerek maradj vele otthon. Nekem is sok vendégem, hogyha nem tudja megoldani a kisgyerekét, akkor hozza magával. Szerintem ebből is látszik, hogy ugye csak kifogások vannak, aki nem akar edzeni, az amúgy se fog, aki meg akar, az meg tudja oldani akárhogyan, vagy leteszi a gyereket addig a mamánál vagy a papánál. Szerintem ebben sincsen semmi probléma, egy órát a nagyszülők is örülnek neki. Visszatérve a kategóriára, nagyon hogy is fogalmazzam, hogy meglepett, hogy nagyon jól felkészült anyukák vannak, szépek, kicsit még szerintem új nekik a színpad, de ez benne van, mert ugye a kategória is nem olyan régen van. Igazából én teljesen pozitív gondolataim vannak a kategóriáról. És akkor itt, mint ugye bíró láthatunk téged, versenyezni fogsz még a szezonban, áruld el nekünk? Igen, ugye most az Arnold Classic volt a legutóbbi, a Super Body-ra készülök, ami 4 hét múlva lesz, úgyhogy szorítsatok nagyon, teljes erőbedobással készülök. Úgyhogy most ez a következő verseny. Kriszti, akkor egy nagyon nagy kalappal neked. Köszönöm. Sok sikert mindez, és köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolatokat. Szia! Hello!